tisztelt képviselőtársaim! Egy normális köztársaságban a köztársasági elnök választás egy jeles nap. Ehhez két feltételnek kell érvényesülnie. Az egyik az, hogy legyen egy demokratikus, szabad és szolidáris köztársaság, a másik feltétel pedig, hogy legyen egy alkalmas jelölt. Nézzük az első feltételt. Van-e Magyarországon demokratikus, szabad és szolidáris köztársaság? A Fidesz 2010-ben megszüntette ezt az intézményt. De hogyan állunk ma a valódi köztársasággal, ami ma Magyarországon nem létezik? Hiszen egy normális köztársaságban működik a törvény előtti egyenlőség. Egy normális köztársaságban függetlenek a bíróságok, független az ügyészség, függetlenül működik az alkotmánybíróság szakmai alapon, független a Nemzeti Bank, működik a fékek és ellensúlyok rendszere. Egy normális köztársaságban nem zaklatják a civileket. Egy normális köztársaságban a média független, és nem pénztáros Lőrinc és Habony Árpád szemüvegén keresztül kell látni a torzított világot. És egy normális köztársaságban tiszteletben tartják a magántulajdont, nem hoznak visszamenőleges törvényeket, és nem csak azzal vannak elfoglalva, hogy az urizáló fideszes pártkatonák és az elit a saját magánvagyonát gyarapítsa. És egy normális köztársaságban a törvény az úr, és nem a politikai befolyással szerzett pénz. És most nézzük az alkalmas jelöltet. A köztársasági elnök elvileg megtestesíti a magyar nemzet egységét. Egy olyan politikai közösség egységét, amelynek része a kormány, része az ellenzék és része a civil társadalom is. Göncz Árpád annak idején azt mondta, idézem, a köztársasági elnök minden döntésénél mindkét fél kormány és ellenzék szempontjait figyelembe veszi, akinek nem csak tiszte, de kötelessége is az egyensúly őrzése, a mérséklet, a politikai jómodor meghatározása. És nézzük, hogy milyen valójában egy alkalmas jelölt. Egy alkalmas jelölt nem hagyja szó nélkül, hogy kopaszok gátolják meg egy magyar állampolgár jogait gyakorlásában, amikor népszavazást akar kezdeményezni. Egy alkalmas jelölt nem hagyja, hogy a miniszterelnök felhatalmazás nélkül titokban évtizedekre eladósítsa a hazáját és kiszolgáltassa Oroszország érdekeinek. Egy normális köztársasági elnök fellép a titkosítás feloldása ellen, és azért küzd, hogy transzparens legyen a közpénzek felhasználása, és nyilvános legyen az állam működése. És egy alkalmas köztársasági elnök fellép a jogalkotási korrupció ellen, és nem hagyja, hogy ilyen szintre lépjen. Ezek miatt az ismérvek, és ezek miatt a feltételek miatt a Magyar Szocialista Párt képviselői Majtényi Lászlót támogatják, és ajánlják az országgyűlésnek, és ajánlják a magyar nemzetnek köztársasági elnökként. Majtényi László egy olyan programot hirdetett meg 4 pontban, amellyel a szocialisták azonosulni tudnak. Fontos számunkra a demokrácia, fontos számunkra az alkotmány és az alkotmányos keretek, fontos a törvény uralma, ahogy fontos az állam nyilvánossága és a hatalom transzparenciája, de kiemelten fontos, amit ő megfogalmazott, a szegénység elleni küzdelem. Hogy fel kell rugni azt a társadalom filozófiát, amelyet önök alkalmaznak ebben az országban, ahol akinek már van, annak még többet adnak, és 4 millió embernek pedig elengedik a kezét. És természetesen fontos számunkra, amit megfogalmazott, hogy az állami szintre emelt korrupciós rendszert le kell bontani, és meg kell szüntetni. Éppen ezért fogjuk a mai napon mind a 28 szocialista parlamenti képviselő szavazatunkkal is támogatni Majtényi Lászlót. Közös jövőnkért, Magyarországért. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm.